táncbemutatóval indult az idei német nemzetiségi népdaléneklési verseny. A megmérettetést a Pécsi Apácai Nevelési Központ szervezte. 2012-ben volt az első versenyünk, a 10. évfordulónk, de a 8. versenyünk. Német népdalokkal jönnek, egy német népdalcsoporra jönnek a gyerekek, 5 perc lehet a népdalcsopor idejének a terjedelme. Első osztálytól 8-ig írjuk ki a versenyt, német nemzetiségi iskolák számára, 3 kategóriában. Elsőtől 3. osztályig a első kategória, 4., 5., 6. osztályosok, és vannak a nagyok, a 7., 8. osztályosok. A versenyzők Baranya számos pontjáról érkeztek a megyeszékhelyre. Baranya megye német nemzetiségi iskoláiból. Véméndről, Láncsókról, az ANK egyes iskolájából, a szervezőktől, a Kopp Valéria iskolacentrumból, Mohácsról, most 40-en vagyunk. Ez egy érdekes szám. A tíz évvel ezelőtti versenyünkön volt ennyi gyermek, aztán amikor jó éveink voltak, akkor 100-120 gyereket is vendégül láthattunk, most a Covid miatt kicsit visszaesett az érdeklődés, újra kell építkezni. A gyerekek szabadon választhatták ki, melyik népdalt szeretnék elénekelni. A lényeg az, hogy hagyományos német népdalok legyenek, nem szeretnénk ma élő populáris zeneszerzők számait ide behozni, hagyományos német népdalok, hogy mely nyelvterületről az nyitott. És gyermekdalok a kicsiknek. Minősítéseket ad a zsűri, bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítéseket kapnak a gyerekek. Tehát mindenki kap minősítést és ajándékot. Schmidt Zoltán a korábbi versenyeken zsűri tagként volt jelen, tapasztalatairól kérdeztük. Megyei verseny, az egész megyéből jöttek mindig gyerekek, és ez óriási örömmel töltött el, főleg a szervezőket, de természetesen minket is, mint a Baranyai Német Önkormányzatok Szövetségét. És hát csodálatos, hogy ezek a gyerekek, a pedagógusok mekkora lelkesedéssel készülnek föl és várják. A legcsodálatosabb az, hogy várják ezt a versenyt már hónapokkal előtt, hogy lesz, és hát sajnos a pandémia miatt nem volt, de nagy örömmel várjuk a mait. A népdalok mellett a hagyományos viselet is fontos szempont, de természetesen egy énekversenyen egészen más áll a középpontban. Ez egy énekverseny, a népviselet az természetesen fontos, de nem ez volt az első és legfontosabb. Mindenképpen az énektudás, az énektudásának a színvonala, én nem vagyok énekszakos, és nem is vagyok zenész voltam ugyan, de hát itt ugye intonációtól kezdve a népdaloknak hogy mitől népdal a népdal, hogy autentikus-e az a népdal. Én személyesen, a nyelvészként, én inkább a nyelvi, hogy jól ejtik-e ki azokat a szavakat, jól ejtik-e ki azt az énekben is a németet a versenyző, mert sajnos előfordul az is, hogy nem jól ejti ki, tehát lehet, hogy szépen énekel, de nem jól ejti, úgyhogy ez is szempont volt, mert akkor teljes és kerek egy népdal, hogyha az nyelvileg és hangilag is szép és kerek. Az esemény célja emellett a hagyományok ápolása. Tanulnak mindenféléket a gyermekek az iskolákban, de én azt gondolom, hogy ez egy plusz, aki ide eljön erre a versenyre, ez plusz hónapokon át készül fel erre, megismeri ezeket a dalokat, és én azt hiszem, és úgy gondolom, és úgy érzem, hogy ez nem kényszer nekik, aki erre jelentkezik, manapság már nem a kényszerekből élünk, remélem, hanem ezek olyan gyerekek, akik örömmel, akár még otthon, akár az otthoni kultúrcsoportokban is tevékenykednek, és onnan pluszként hozzák azt, hogy tudnak énekelni, és akkor már elindulnak ezen a versenyen. Tehát ez nem egy ilyen rákényszerített valami, hanem nálunk németeknél, német nemzetiségnél ez, de szerintem a horvátoknál is mindenképpen az, hogy otthon kicsi óvodáskora óta megvan a kis fábruhája, a kis tánccsoportban, a kis ének, nem tudom, karban, ha ezt így nevezhetjük, ott van. Mire ide felsős korában, akár alsós korában felkerül a megyei versenyre, addigra ezt már hozza magával. És ebben ez a jó és ez a szép, hogy erre ez a verseny már csak ráerősít.